A hivatal előtti tér megtelt emberekkel Balsán. A tűzoltó bemutatót a legkisebbek élvezték leginkább a forróságban. Gasztronómia tekintetében idén is a halászléjé volt a főszerep, és hamar el is fogyott a több száz főre készült étel. Vinnei Győző országgyűlési képviselő azt mondta, örül annak, hogy a környező települések polgármesterei hasonlóan gondolkoznak a közösségépítésről. Kell egy ilyen nap, amikor egy kicsit beszélgetünk egymással egy tál étel mellett, mert ha beszélgetünk egymással, akkor jobban megismerjük a másikat. Lehet, hogy a hétköznapokban elrohanunk egymás mellett, de hogyha beszélgetünk, megismerjük a másikat, ha megismerjük, jobban megértjük az ő gondját, bánatát, vagy akár örömét, vagy családi örömeit. Somogyi Szilvia a település polgármestere arról beszélt, hogy figyelnek arra, hogy a rendezvénynek különlegessége legyen. Radóci féle halászlét főzünk, azt hiszem ezt nem titok már itt elmondanunk. Igaz, itt nincs csárda, itt nincs étterem. Ha valaki jó halászlét akar enni, akkor el kell jönni ide hozzánk, erre a fesztiválra, vagy erre a csűrpiknikre, mert itt az első órában talán még tud egy kis finom Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei halászlét fogyasztani. Balsa élete összefonódott a Balsai Névfőiskolai és Turizmusfejlesztési Közhasznú Egyesülettel. A csűrpiknik önkormányzati szervezés, de az egyesület tagjai idén is segítették a rendezvény létrejöttét. Balsai Névfőiskolai és Turizmusfejlesztési Közhasznú Egyesület a nevünk. Ez az idén 26 éves lesz ez az egyesület. Ezt egy szűk kis baráti kör alapította annak idején, hogy összehozza itt a balsai embereket, és a faluért dolgozzanak. Rendezvényeket szerveznek, oktatásokat, programokat, kulturális rendezvényeket. A kora délután fellépői között volt a TNT zenekar, később pedig Ma éjjel önről álmodtam című zenés összeállítással lépett színpadra Nagy Idai Gergő és Munkácsi Anita. Ezért mondd meg, ha kellek, mondd meg, ha nem, mondd meg, ha benned van még velem, mondd meg, ha benned nincs szerepen, csak végre valamit mondj. Aki csendesebb kikapcsolódásra vágyott, az Kis Zoltán balsai díszpolgárkép kiállítása várta a Csűrben.